hogy ez a harmadik kristályfű volt, az meghalt. Hiába baj van, megpróbálom ebből a helyzetből kihozni a lehető legtöbbet. Szóval, ahogy megérkeztek a hatóságok, tűzoltók, mentők, mindig több információval próbáltam nekik szolgálni, hogy segítsek. Egyrészt nekik, meg egyrészt magamon is, hogy elmondjam, hogy milyen, kb. Mit érzek, hol fáj, hogy minél hamarabb mentsenek ki minket, illetve és minél hamarabb szállítsanak a kórházba. Ha bevittek a kórházba, akkor tudatosult bennem, hogy igenis ez a sérülés, amit szereztem, ez maradandó. Tájékoztatták a szülőket is, hogy sajnos hát ez a fiúk, akit felneveltek, sajnos így végleg kerekesszébe fog szorulni. Ez szülőknek nagyon-nagyon rossz érzés, szinte a szívükben egy kis, sőt, meg is fordult bennük. Amikor magamhoz tértem az intenzíven, akkor láttam édesanyámat, édesapámat, hogy hihetetlenül kivannak, és én éreztem a legkelemetlenül helyzetnek, hogy miattam vannak ki, szomorúak, és azt láttam, hogy édesanyám egy nap alatt 10 évet öregedett, és nekem ez volt a legnagyobb motiváció, hogy megmutassam azt, hogy hiába ilyen baj van, de ebből a helyzetet próbálom kihozni a maximumot, és bemutatom, hogy nincs teljes értékű ember vagyok. Szóval, amikor megtörtént az életmentő műtét, rá két hétre volt egy újabb beavatkozás, úgymond stabilizáló műtét. Az annyi volt, hogy a HX-12-es csigolyát mésték ki, és pótolták egy titantérhálós implantátummal, plusz visszapótolták ilyen csontforgás a csigolyatest, és így lett stabilizálva. És amikor meg lehet stabilizálva a műtét, rögtön átszállítottak a Budapest-Horvát Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetre, ahol megkezdett a rehabilitáció. Most hát az egy ilyen pokoli dolog volt, hisz aki nem volt úgymond katona, ezt hasonlították, akkor be voltam a balesetiben, hogyha még nem voltál katona, akkor megtudod, mi az igazság. És hogy szó szerint, és igazuk volt, mert ott szó szerint minden nap precízen be volt állítva a napi rutinunk, korán reggel felkelés, fürdés, meg volt egy órarendünk, hogy mikor megyünk gyógytornára, illetve amikor gyorsan után vannak különös sportterápiák, ahol vannak kis és nagy csoportok, ketté van választva, ez mindig a gyógytorna intenzitásán múlik. Itt amikor már kicsit erősebb a páciens, akkor már nagyobb intenzitású terhelést lehet rájuk bízni, ezért már nem 45 perc, hanem már másfél órában is ott lehetek, tehát kicsit erősebb a ellenállással dolgoznak. A lényeg az, leszűkítve, hogy az ott a rehabilitáción, nagyrészt amúgy a önellátásra nevelik az ottani embereket. Ez azért kell, hogy megtanuljanak költözni, megtanuljanak fürödni, elsajátítani minden apró olyan dolgot, ami az ember életében mindennaposak. Igen ám, de amikor megtörténik ez a baleset, akkor teljesen máshogy látja, teljesen ki, sokkal szélesebben kinyitja a szemét, és azt látja, hogy úristen, egy zokni vagy egy ruha felhúzása, ki ember ösztönösen pikpak fel tud öltözni egy év, de viszont egy mozgássérő teljesen másképp, akár olyan technikákat kell elsajátítani, hogy könnyebbé tudja adni az öltözködést. Szóval, amikor ott feküdtem az ágyba, akkor rengeteg motivációs felvételeket néztem. Tudtam, hogy nagyon nagy baj van, és óriási fájdalom, de próbáltam olyan információkhoz jutni, ami úgy gondoltam, hogy kicsit megvilágosodok, hogy igen,
ez a mozgássérült világ, ez végül is lehet, hogy baj, de és nehéz, de akkor is el lehet viselni, és ugyanúgy teljes értékű emberként lehet élni. Szóval rengeteg motivációs videókat néztem, felvételeket, szakirodalmat olvastam, és hát eset után 2,5 hétre váltam önellátóvá. Ez azt jelenti, amikor én bekerültem oda a rehabra, 2,5 hét alatt váltam, meg tudtam öltözködni, felülni az ágyba, hiszen 2 hónapos fekvés alatt teljesen átalakulok, úgymond a vérkeringésünk teljesen. Soha nem felejtem el, felültem, és nem voltam, hogy egy zacskós tej össze-vissza, így imbolyogtam, meg hát el voltam, elszédültem, nem jött, teljesen más volt a vérkeringés. De amikor egy-egy gyakrabban felültem, majd olyan fizikumot értem el, hogy már át tudtam ülni a kerekesszékbe, akkor már a kerekesszékkel sajátítását is elkezdtem megtanulni. Amikor már oda jutottam, hogy jobb lett a fizikumon, akkor minden nap elmentem ki a Borinak a kertjébe kicsit tekerni, megnézni a fizikumunk, egy-egy nap jobb lett a elszántságom, különböző célokat, apró célokat, álmokat tűztem ki. Ilyenek voltak, hogy egyrészt, hogy lássák a szüleim, hogy én is vissza tudom hozni magamat olyan szintre, igenis lássák, hogy nem egy elveszett ember vagyok. Kettő, hogy már motiválta az, hogy már ez a helyzet adódott, akkor úgymond kihozom ebből a maximumot, azaz picit ebbe a paralimpiai közegre szeretnék úgymond élni. Ezért így a sport felé vetett az irány, hisz úgy gondolom, hogy szerintem a sport mentette meg az én életemet, hisz ha visszagondolok, szerintem igenis lehetett meg. Munka mellett folyamatosan sportoltam, ugyanúgy eljártam edzeni, csak nem volt olyan ambíció, hogy én megmérettessem magam. Csak magam miatt. A célom az, hogy tényleg egy nap tényleg kopi legyen. Nem mutassam a világnak, hogy igenis én élek. Én bennem rejtőző tartalékokat, tehetséget egyszer majd meg tudjam villantani, és reméljük majd tovább tudom majd adni. Szóval így, amikor így hónapról hónapra tényleg egyre jobban éreztem a bőrömre magam, rájöttem azt, hogy ugyanis ezt élvezem végül is. Szóval én nagyon-nagyon extrém gyorsan tettem túl magam a rendőrös után. Én adtam magamnak fél élet és felszámoltam az előző életet. Ez a 30-as kisdomokú volt, az megvalt, ez kész vége. És hát baleset után egy évre lettem világbajnok, Európa-bajnok, majd rá következő évre ezt meg is tudtam védeni, hát többszörös világ és Európa-bajnok lettem, magyar bajnok, és úgy gondoltam, hogy ez az akkori Inbar szövetségnél versenyeztem, utána úgy gondoltam, hogy már nagyobb kihívásra vágyok, így megérkeztem a nagy családomhoz, a WWPF szövetséghez, ahol az én kategóriában nagyon nyitottak voltak, és ott bajnoki is folytatom a pályafutásomat, és tavasszal sikerült a WWPF bajnokságot is megnyerni. Ott onnan egy nagyobb szünetet indítottam, azaz pont most lesz egy éve, hogy nem voltam színpadon. Ez azért kellett, mert nálunk így szezonokra van lebontva, én azért 6 szezont nyomtam le folyamatosan, így a baleset után rögtön 6 szezon, azért ez illatlan sok. De én úgy éreztem, hogy minél hamarabb nem akartam mutatni azt, hogy igenis velem számolni kell, és biztos be akartam bizonyítani, megmutatni, hogy én élek, hogy én igenis ott vagyok, és nevet szeretnék ebbe a szakmába. Ez a szakma is egy nagyon csodálatos, és tök nagyon az a dolog, hogy másnak tud segíteni. És ez a másik motivációm, hogy minden sorstársaimnak, évtársaimnak nem mutassam azt, hogy igenis mozduljanak ki, ha itt a jó idő, nyugodtan menjenek ki, sportoljanak, és ha vagy jöjjenek le az edzőterembe, mozogjanak, hisz sport az egy nagyon-nagyon jó
jó gyógyír arra, kicsit kizökkenjünk a megszokott szűk zónánkból, és kicsit úgymond átszellemültet legyünk. Én úgy gondolom, hogyha minden ember picit legalább egy órát száll magára, és kicsit kiereszti a fáradt bőrt, akkor nem mennének kicsit úgymond feszültek, nem mennének kicsit olyan szűklátok körüljel, hanem picit úgy lenyugodnának, nem vinnék haza a problémájukat, nem menne annyi veszekedés szerintem. Jó, persze azért veszekedés mindig vannak, konfliktusok, de én azt mondom, hogy ha itt az edzőteremben vagy bárhol más kicsit levezették a fülös energiát, már másképpen látják. És úgy tennék az államra a fejüket, hogy abban a napban minden kimax voltak. Szóval, mint mondom, szeretnék segíteni így a többi mozgássérült társaimnak, hogy nem mutassam azt, hogy igenis ilyen helyzetben is ki lehet maxolni. És nem versenyzőket szeretnék nevelni, hanem azt, hogy kijöjjenek ki a négy fal közül, és egy picit úgymond mozogjanak, hogy megkönnyítsük az önellátást. És a legfontosabb, hogy számomra hiába vagy te többszörös bajnok, hiába vagy bajnok, én nem érzem magam, hisz megvan. Arra az időszakra egy korona volt, amikor mindig lejövök a színpadra, akkor már a következő cél lebeg a szemem mellett. Sosem ragadok meg, mindig több, ez ilyen picit egy ilyen betegség is, mert mindig többet szeretnénk. Örülünk max egy napig, egy hétig, de már azon morfondírozunk, hogy hú, már szeretnénk többet. De nincs ezzel semmi baj, mert tud motiválódni, még több energiát szeretnénk ebben a célunk eléréséképpen feltetni. Szóval én azt mondom, hogy a legfontosabb az, hogy ne felejtsük ki, hogy honnan jöttünk. Visz. Lehetsz te többszörös világbajnok, Mr. Olympia, bármi, bajnokok bajnoka, de ha szerintem attól bajnok egy igazi bajnok, hogy tudja azt, hogy honnan indult, nagyon alázatos a sporthoz, és próbál segíteni a társai. Nekinek, aki lejön ide, legyen célja. De igazán az életben is, minden embernek vannak céljai, álmai. És azt tudom mondani, hogy merj álmodni, mert célokat kitűzünk. És ha megvan a célod, úgy feküdjél le és keljél fel, hogy csak az a cél lebegjen a szemed előtt, hogy igenis azt el fogod érni. Úgy vagyok ezzel is, hogy igenis meg fogom mutatni, hogy a következő cél, hogy állomásom az, hogy egy nap meg legyen a profi kártya. Most egy évig pihentem, most úgy gondoltam, hogy már pihenés meg volt, szeretném a profi szekciót is megkódítani, szeretnék profi lenni, magasabb szinten szeretném képviselni a kis sportunkat, hogy egy nap tényleg ezt a tudást tovább tudjam adni. Úgyhogy a következő verseny, és úgy gondolom, hogy majd ősszel lesz. Mutattam ki a könyvemet is, a Pokoljárás út az újjászületésig címmel. Ez teljes mértékben akkor itt 2015-ös Európa Bajnokságon vezető utat prezentálja, illetve picit visszavezetve az akkori múltat, gyerekkori évek, felnőttel megtörtént a baleset, szóval sokkal részletesebben van úgymond leírva. De úgy gondoltam, hogy szerintem leírva egy könyvben sokkal jobban át tudom adni, hisz valaki elolvassa, úgymond sokkal személyesen magára tud ismerni, és így szerintem meg tudja érteni azokat a dolgokat, amit én el keresztül mentem. És be is iratkoztam így a IBI, az Egyetemi Testépítő Iskolába is, Fitness Iskolába, ahol a sportokban a testépítő szakosztály most vége a modulzájónak, úgyhogy most a vizsgai időszak, lassan a UKS vizsgatóval, és szeretnék történelmet írni, hogy első munkássérű testépítői lerakja ezt a szakmát, és egy nap tényleg tovább tudja a tudását. A jövőre meg annyit, hogy mondtam, profi kártyát szeretnék elérni, ez azt kell, történelmet szeretnék írni, hisz legnagyobb álmom az, hogy ugye amerikai Arnold klasszikra tudja kvalifikálni, de ez nagyon-nagyon sok idő kell. Tudom azt, hogy még van időm hozzá, de úgy fekszek le és kerek, hogy ez lebeg a szám előtt. Szóval én történetet akarok ki, hogy első magyar kerekesszékes ott van, ezen a neves nagy színpadon. Hisz nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy főleg ő adja át legnagyobb
viselnek el, hisz róla van elnevezve, de én hiszem, hogy ez létre fog jönni. Csak idő kell még.